Korabeli felvételek örökítették meg az 1956-os hazai eseményeket, melyekből a megye sem maradt ki. Szabolcs-Szatmárban Záhony játszotta a legjelentősebb szerepet, de Nyíregyházán, Kisvárdán és Kocsordon is izzott az ősz. A megye inkább követte az országos történéseket. Óriási feszültségek halmozódtak fel a jelzett időszakban a megyében, és ezek elemi erővel törtek a felszínre, és bizony a forradalmi változások azok megmutatták, hogy milyen demokratikus átalakulásban, milyen magyar jövőben képzelték el a sorsukat a kortársak. Rövid ideig tartott a forradalom időszaka, és így gyökeres változások nem történhettek meg. A visszarendeződés indult majd el éppen november 4-től kezdve. A Nyíregyházi Egyetem nyugalmazott tanára, a 40-es évek második és az 50-es évek első felének gazdasági és társadalmi helyzetét, változásait mutatta be előadásában a témában rendezett csütörtöki nyíregyházi szimpóziumon. Az esemény az 1956 öröksége Szabolcs-Szatmár Bereg megyében című projekt keretében valósult meg, amelyet azért hívtak életre, mert nincs olyan összefoglaló kötet, amely foglalkozna a témával. Ez készül el hamarosan. Mivel az írások tudományos jellegűek lesznek, inkább azt tudom mondani, hogy egyrészt segíti majd a tanítást, tehát az, hogy a középiskolákban ezért komolyabban, akár a felsőoktatásban komolyabban lehessen foglalkozni, hogy a helyi történelmünkben hogyan alakul. Másrészt pedig hát azok az érdeklődők számára, akik fontosabb, vagy mondjuk így, hogy a mélyebbre akarnak ásni a történeti tudatban, azok számára egy nagyon hasznos olvasmány lesz majd ez a könyv, ennek a projektnek a végterméke. Az esemény megnyitóján a megyei közgyűlés alelnöke azt emelte ki, az 1956-ban történt eseményekre, történésekre nem csak emlékeznünk, hanem emlékeztetnünk is kell, főleg a fiatalokat. Hogyha mondjuk például Záhonyt kiemeljük, ahol ugye emberáldozatokat is követelt az 56-os szabadságharc, akkor azt hiszem, hogy tényleg nagyon fontos az, hogy ezeknek a hősöknek az emlékét mindenképpen őrizzük tovább, és tudjuk továbbadni majd az utánunk következőknek, mert így tudjuk életben tartani, és így tudjuk elérni azt, hogy valóban azt a szabadságot, amelyet kivívtak 56-ban, és amelynek ma a gyümölcseit élvezhetjük, az a későbbiekben is a mindennapok részévé válhasson, és ne jöhessen el még egyszer egy ilyen szomorú időszak a történelmünkben. Az 50-es években történt határváltozások következtében a megyétől közel 700 négyzetkilométernyi területet csatoltak el, lakossága pedig 40 ezerrel lett kevesebb.